Szabálytalan vízvételezés, ellenőrzések során derítik majd ki, ki nem fizet a vízért. Rabolt, verekedett, drogozott készül a vádirat a halasi férfi ügyében. Világot láttak, nyelvet tanultak, barátokra leltek, sikeres Erasmus projekteket zárnak a Szilády János gimnáziumban. Sírfelújítás összefogással, Sáhó János síremlékét renováltatják a szervezők. Köszöntöm Önöket, ez a Halas Televízió szerda esti hír összefoglalója. A halasi járási ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki 4 napon belül 3 bűncselekményt is elkövetett Kiskunhalason. A vádirat szerint az elkövető tavaly augusztusban egy élelmiszerbolt előtt beszélgető 70 éves asszony mögé lépett, a hóna alól megpróbálta kirántani a pénztárcát. A sértett elesett, azonban a pénztárcáját olyan szorosan fogta, hogy a vádlott nem tudta elvenni. Az elkövető 1 órán belül egy parkoló autót is el akart lopni, betörte az üveget, a kormány alatti borítás széttörte, a vezetékeket elszaggatta, a gyújtás kapcsolóba pedig egy idegen kulcsot helyezett. A járművet végül nem tudta elindítani, így az autórádiót lopta el. A vádlottnak felelnie kell egy bántalmazás miatt is. Egy baráti ünneplés során ittasan őrjöngött, és egy vasvilla nyelével fejen ütött egy férfit, akivel a földön tovább dulakodott. Elfogásakor a férfi szervezetében kábítószer maradványait találták, így a bűnlajstroma tovább bővült. A vádlott bűnösségéről a Kiskunhalasi járásbíróság dönt majd. Nagyszabású ellenőrzések várhatók, a Kiskunvíz igyekszik kideríteni azokat a helyeket, ahol nagy valószínűséggel lopják a vizet. Mindennek az az előzménye, hogy vizsgálatokat végeztek Tompán. Arra voltak kíváncsiak, hogy a kitermelt vízből mennyi szivároghat el az ivóvízhálózaton, illetve mekkora mennyiség tűnhet el a hálózatból a szabálytalan vízvételezés miatt. A szakembereket meglepték az adatok. A teljes szolgáltatási területen a becslések szerint évi több 10 millió forintnyi vízről van szó. 100 000-es nagyságrendű ködbért fizethetnek azok, akik lopják a vizet. A Kiskunvíz Kft. Nemrégiben fejezett be egy nagyszabású több hónapon át tartó kutatást. Ennek az volt a lényege, hogy megvizsgálták, hogy a szolgáltatási területükön, most ténylegesen itt Tompa településen, mennyi ivóvizet szolgáltatnak a lakosság felé. Kiderült, hogy ennek a hálózatba bocsátott víznek a 40%-a úgynevezett hálózati veszteség, amely valahol eltűnik, szivárog, csőtörés során elfolyik. Tovább vizsgálódtak, és kiderült, hogy ennek a 40%-os hálózati veszteségnek a további 40%-át egészen egyszerűen ellopják. Az illegális vételezett vizek, ez mind hívjuk vízlopásnak, illetve akár tűzcsapon vett, nem számlázott vizeket jelenti. Ez Tompa község vonatkozásában levontunk egy következtetést, itt nagyszabású vizsgálatokat végeztünk, aminek az volt a célja, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mennyi az a vízmennyiség, amit elszivárog a hálózaton. Ezt egy összetett vizsgálati módszerrel ki tudtuk mutatni, és az eredmény az lett, hogy a vízveszteségeinknek a 40%-a az illegálisan vételezett víz, a 60%-a pedig a szivárgásokból folyik el. Ezt az eredményt kivetítettük az egész szolgáltatási területünkre, és az lett az eredmény, hogy az előállítási költséghez képest az egész cégnél ez a veszteség 180 millió forintos mértékű, és a 180 millió forintból körülbelül 105 millió forint az, ami elszivárog, és 75 millió pedig az, amit illegálisan vételeznek a fogyasztók a hálózatból. A Kiskunvíz Kft. A megye 54 településén végez ivóvíz szolgáltatást, 1600 kilométernyi ivóvízhálózaton 80 ezer vízbekötés van. A szakembereik más településen is tapasztaltak már szabálytalan vízvételezést. Láttunk már nagyon sok mindent, a mérő kivette a fogyasztó, összekötötte a vezetéket, a gerincvezetéken új bekötést létesítettek, ahogy méretlenül, de ezek viszonylag könnyen kideríthetőek, tehát azért látjuk mi a korábbi számlázási adatokat, illetve tudjuk, hogy egy háztartásban nagyságrendileg mennyi vizet kell fogyasztani, tehát tudjuk ellenőrizni és ki tudjuk szűrni a csalásoknak a nagy részét. Több 10 millió forintnyi értékű az a víz, amelyet szabálytalanul vételeznek a fogyasztók, éppen emiatt nagyszabású ellenőrzések várhatók.
A 75 milliós veszteségből azt tudjuk következtetni, hogy sokkal több ellenőrzésre van szükség, mint amennyi eddig volt. Ezt helyszíni ellenőrzésekkel tudjuk, tehát a fogyasztókat meg fogjuk látogatni, és megnézzük azt, hogy a bent elfolyt víz mérésre kerül-e. Összeverte a combját egy halasi hölgy, amikor a kuruc téren rálépett egy csatorna fedőlapra. A fém fedőlemez elcsúszott, és a nő combig belecsúszott a nyílásba. Az akna a kuruc téri óvoda és a társasházak között található. Időközben megtudtuk, hogy egy szennyvíz aknáról van szó. A Kiskunvíz Kft. Munkatársai, amint értesültek a történtekről, azonnal megkezdték a hibás fedőlap cseréjét. Arra kérnek mindenkit, ha hasonló problémás akna van a lakókörnyezetükben, azonnal jelezzék számukra, a nap 24 órájában hívható 20-as 9421-622-es számon. Már a fogdában van az a halasi férfi, akit nem érdekelt, hogy több hatóság is eltiltotta a jármű vezetéstől. Most a jánoshalmi rendőrök ellenőrizték, amikor kiderült róla, hogy 2025-ig nem is vezethetett volna. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság igazgatás-rendészeti osztálya, a Kiskőrösi és a Kiskunhalasi Járásbíróságok is több alkalommal eltiltották a jármű vezetéstől. A járőrök elfogták a sofőrt, akit a Halasi Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya őrizetbe vett, és kezdeményezték a letartóztatását. Világot láttak, nyelvet gyakoroltak, kapcsolatot építettek. Európa több országában jártak a Szilády Járó Református Gimnázium tanulói és pedagógusai az elmúlt hónapokban. Mindenre az Erasmus Plus KA 121-es pályázati rendszerben biztosították az anyagi feltételeket. A mai napon a tapasztalataikat, élményeiket osztották meg egymással az intézmény munkatársai és a projektben résztvevő szülők. Éjszaka indultunk el, éjfél után egy kicsivel, úgyhogy teljesen sötét volt még, amikor megérkeztünk a repülőtérre. Elég izgatottak voltak a kölykök, méghozzá azért, mert a csoport több mint fele még nem ült repülőgépen, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas volt nekik ez a jelenet. Igás Andor az intézmény tanára is visszaemlékezett egy videó üzenetben a sikeres Erasmusos spanyolországi útjukra. Sok élményt osztottak meg egymással ma a projektben résztvevő pedagógusok és segítő szülők. A Szilády Áron Református Gimnázium 65,7, valamint 71 millió forintot nyert el egy Erasmusos pályázaton, így Izlandtól Spanyolországig sok országba eljuthattak a sziládisok. Egy Erasmus akkreditációt nyert el a Szilády Gimnázium az elmúlt évben. Ennek az első szakaszát zárjuk most. Az akkreditáció azt jelenti, hogy egy 7 éves jogosítványt nyertünk, vagyis egy könnyített eljárással tudjuk lehívni a szükséges mobilitásokat, diákutaztatásokat, hogy értsék a kedves nézők, egy év alatt, tehát egy gazdasági év alatt körülbelül 65-70 millió forintot tudunk erre a célra elkölteni, 20-25 egyéni mobilitást tudunk megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy bármelyik munkatársunk, aki erre vállalkozik, ki tud utazni a meghirdetett tréningekre, egy vagy két héten keresztül ott tanulni tud, angol vagy német nyelven, utána hazahozza ezt a tapasztalatot, tudást és átadja nekünk. Jánosi Ferenc is részt vett a program koordinálásában. Mint mondta, gyermeke is óriási élményként élte meg az Erasmus pályázat nyújtotta külföldi utat. Egy ilyen Erasmus program óriási segítség lehet abból, hogy rálátást ad, hogy máshol hogyan működnek dolgok, és ezeket a jó gyakorlatokat, hogyha el tudjuk hozni, akkor először változtatja a mi szemléletmódunkat, de ugye ezt láttuk a diákoknál. Tehát egy ideig úgy kellett őket egy kicsit tologatni, hogy próbáljanak angolul beszélni, és voltak olyan feladatok, ahol meg rákényszerültek, hogy nem tudott finnül, ezért kénytelen volt angolul kommunikálni velük. És ugyanezt láttuk a spanyolnál is, hogy a lányom úgy jött haza, hogy angolul, ahol lehetett a második nyelvként az olaszt használta, de már elkezdett a spanyolból fölkapni dolgokat, és egy héttel később spanyolok voltak a vendégeink, és azokkal már próbált a megtanult spanyol dolgokkal kommunikálni. Nyelvtanulás, a más kultúrák megismerése, kapcsolatépítés, tapasztalatszerzés. Ezt segíti az Erasmus pályázat. Kelemenné Márkus Ágnes Finnországban tapasztalta meg azt a szemléletet, melyet az oktatás során alkalmazni tud majd.
olyan kompetenciákra építenek, amik valóban az életre, tehát hogy interakciók legyenek, erre ösztönzik a gyerekeket, legyen véleménye, önmenedzselje saját magát, tudja magát kifejezni, legyenek barátai például. Ez nagyon fontos szempontot, hogy ez benne van a tantervben is, hogy mindenkinek van valamilyen barátja, akivel együtt van. Tehát ez nem kérdés, hogy meg kell oldani ezt a problémát, ez erre nagyon, nagyon fókuszáltan figyelnek. A hónap utolsó napján, vagyis e hét csütörtökön testületi ülést és közmeghallgatást tart Kiskunhalas képviselőtestülete a Városháza házasságkötő termében. A közmeghallgatás keretében a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek maximum 5 percben. A közmeghallgatás 13 órakor kezdődik. A közmeghallgatást követő testületi ülésen jelen állás szerint 16 téma vár majd megvitatásra. A napirendi pontok között szerepel például a Halasbusz Kft., valamint a kegyeleti közszolgáltatás beszámolója, de szó lesz a szelektív gyűjtőszigetekről is. A tanácskozást a Halas Televízió élőben közvetíti majd. Közös összefogás nyomán szépülhet meg a sírhely. Sáhó János, a Szilády János Református Gimnázium egykori tanárának síremlékét újítatja fel a gimnázium öreg diákjainak baráti köre. A régi református temetőben sok hasonló rossz állapotú sír található. Az itt élő embereknek, a halasiaknak kellene fölvállalni. Egyre több a megrongált vagy az időjárás miatt rossz állapotban lévő síremlék a régi református temetőben. Lelkiismeretes halasiak egy csoportja most úgy döntött, felújítatják az egyik számukra fontos sírkövet. Sáhó János tanár sírja látható, a gimnázium tanára volt 1906-tól 1941-ig, tehát mintegy 35 évet tanított, latin történelem szakos tanár volt, és látható mögöttem, hogy az angyalnak nincsen feje, és akkor a Szilárd és Öreg Diák Társaság, illetve a Református Egyházzal szeretnénk ezt helyreállítani. Nekünk fontosak azok a tanárok, akik tulajdonképpen építették a gimnáziumot, nevelték a diákokat, és mindenképp mintaként szeretnénk állítani a mostani szilárdis diákok, persze nem csak a szilárdis diákok, hanem mindenki elé, hogy ezeket az emlékeket meg kell őrizni tisztelettel. Végső István helytörténész is örül annak, hogy hosszú idő után végre felújíthatják majd ezt a síremléket. Én magam, mint történész, helytörténész, sokat járom a temetőket Halason, és hát a régi református temető az ugye ilyen kiemelten fontos a városunk történelme, históriája, de hát a gimnázium története kapcsán is, és hát régóta szemezgetek ezzel a sírhelyjel, ahol Sáhó János gimnáziumi tanár nyugszik. Egy kalucsai kőszobrász vállalta fel ezt a feladatot, és elszállításra kerül majd a sírszobor innen Kiskunhalasról. Úgy tűnik, hogy ez meg fog történni pár héten belül, ez az elszállítás, és onnantól kezdve megtisztítják a szobrot, és pótolják a hiányzó, hát leginkább a fejrész az, ami hiányzik. Ezt tudtuk most felvállalni, ezt fogjuk, vagy fogják pótolni, és hát ezután visszakerül a sírszobor, és majd reményeink szerint lesz majd egy avató ünnepség, aminek keretében ugye hát egyrészt a sírhelyet újra megszenteltetjük majd, és át is adjuk a szobrot. Dr. Bognárné Nagy Éva mások figyelmét is szeretné felhívni a rossz állapotban lévő sírhelyekre. Véleménye szerint, ha a halasiak összefognának, megszépülhetne a sírkert. Mi egyelőre bevonjuk a szilárdis diákokat is, és szerencsére egyre többen jelentkeznek és segítenek. Tehát nem csak a sírok felújításával, tavaly 3 sírt tettünk rendbe, illetve megtisztították, betűket újra festették, és a sírok felületét meg mi tartjuk rendbe és gondozzuk, de mondjuk nem győzzük, az az igazság, kevesen vagyunk hozzá, illetve az lenne jó, hogyha minden intézmény a saját maguk sírjait tennék rendbe, vállalnának felelősséget felőle, és akkor ők is gondoznék, és akkor gondolom, hogy egyre több szép sír lehetne itt körülöttünk. Híradónk végén most összefoglaljuk a legfontosabbakat.
Szabálytalan vízvételezés, ellenőrzések során derítik majd ki, ki nem fizet a vízért. Rabolt, verekedett, drogozott készül a vádirat a halasi férfi ügyében. Világot láttak, nyelvet tanultak, barátokra leltek, sikeres Erasmus projekteket zárnak a Szilády Áron gimnáziumban. Sírfelújítás összefogással, Sáhó János síremlékét renováltatják a szervezők. Holnap is nagyon meleg lesz, ez derül ki hamarosan részletesebben az időjárás előrejelzésből, majd Minden nap a vízért címmel a Kiskunvíz Kft. Szemléletformáló környezetvédelmi filmjét láthatják 8 percben, 12 percben. Friss hírösszefoglalóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, viszontlátásra!